Jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntünk mindenkit, ez itt a Mobilarena TV hétfő esti külön, nem is külön, hanem sima kiadása, annyiból külön, hogy itt van Bocsa, aki ritkán szerepel mozgókép formájában is. Hangos, tehát audio jelleggel azért, ha hétről hétre hallunk téged a Gazdasági Rádió Szenzor című műsorában, ez most itt lényegtelen. Azért ül itt ő, mert hát neki jutott az a nagyon mesés és megtisztelő feladat, hogy az elmúlt hétvégén, és kicsit előtte már, a Nokia X-et és annak is a DualSync verzióját nyomkodja. Dobozt hoztál? Zsolti, de hoztál. Dobozunk mindjárt lesz, mert még Legend itt van a stúdió körül. Rusi is itt ül, de ő most nem hoz dobozt. A lényeg az, hogy azért esett rád a választás, mint teszt ember, mert hogy ugye mindenképpen szerettük volna, hogyha jól átnézzük, hogy miről is van itt szó. Hát igazából Kindet van az alkalmas erre a feladatra. Kösz. Megjött a doboz, mint látszik. Lehet Kány most kicsit messzebb van annál. Hát lehet, hogy ott már lehet kapni ezt a készüléket szintén. Rákukkantok a fórumra, hogy azt írjátok-e, hogy minden frankó-e, de szerintem a szokás szerint itt nem lesz gond. Igen. No, hogy kezdjük? Mobile World Congress 2014 Barcelona február, ott voltunk nem mindannyian, de a közelben legalábbis a Nokia bejelentésén, ahol bemutatkozott az X család, ez ugye három tagot számlál, és most mi a legkisebb X-et kaptuk, de abból viszont egy dual SIM-est. Mert hogy csak az van belőle, úgyhogy ez annyira nem meglepő, van az X Plus, meg az XL. Az X meg az X Plus, ez gyakorlatilag ugyanaz, azt leszámítva, hogy az egyikben 512, a másikban 768 MB RAM van. Az XL az meg egy nagyobb és picit erősebb, de alapvetően szintén harmad gyenge készülék, és szerintem ezzel az egy mondattal össze is foglaltam, hogy nagyjából mire lehet számítani ebben az adásban. Én már tudom, mire lehet számítani, mert egész nap azt hallgattam, hogy mik a problémái. Igen, annyira nem jó telefon ez, és még felennyiért sem lenne túlságosan jó. A következő a történet. Ezen is jól összevesztünk ma Boggal. Nem, csak véleményt cseréltünk. Markánsan cseréltünk véleményt. A Nokia X az nem egy androidos készülék, hanem a rajta futó platformnak ugyanaz az alapja, mint az Androidnak, mondjuk így. Az Android open source projektre épül, tehát a platform architektúrájában legalul az van, abból is a 4.1.2-es verzió működik benne, amely a 16-os API levelet jelenti, ez a Jelly Bean-nek az első változata volt. Tehát alapvetően a hardveres erőforrás kezelés, driverek és a többi az megegyezik a 4.1-es, most van 4.1.2-es Jelly Bean-ben találhatókkal, viszont egyel följebb már nincs meg az a réteg, amiben a Google szolgáltatások vannak, és itt most nem arra kell mondjuk gondolni, hogy nincs rajta térkép app, amit aztán letölthetünk a store-ból, és akkor van, hanem itt arra kell gondolni, hogy a Google szolgáltatásokat mondjuk a térképet használó API-hoz nem tud hozzáférni az a fejlesztő, aki Nokia X-re fejleszt, mert hogy úgy gondolta a Nokia, hogy hát a Google szolgáltatásokat ők is kiválóan tudják helyettesíteni különféle Microsoftos, illetve saját megoldásokkal, és sajnos nem annyira sikerült neki. Úgyhogy azt is mondják igazából, hogy ez egy okos telefon, ami tud futtatni androidos programokat, és ez is korlátozottan igaz, körülbelül 4-ből 3 program a Nokia adatai szerint az, ami elfut ezen a készüléken, és itt most nem is arra kell gondolni, mert ez még lehet, hogy így is van, csak mondjuk annak még a fele szaggatni is fog, mert rémgyenge a hardware, hanem itt arra kell gondolni, hogy valószínű minden negyedik androidos program az, ami használ valami olyan Google szolgáltatást, mint mondjuk a beágyazott térképek. Tehát, hogy abban mi Google térképet látunk, ahhoz is meg kell hívni egy Google API-t, ami ebben a platformban nincs benne, hiszen itt az Android open source projekten a Nokia X platform 1.0-as verziója fut, nem pedig maga az Android, ha úgy tetszik. És végülis abban maradtunk, hogy úgy nevezzük ezt a készüléket, hogy egy Android alapokon nyugvó, de attól különböző op-rendszerű készülék, amely képes Android appok korlátozott jellegű futtatására. Igen, és azért ez más, mint a BlackBerry-s történet, hiszen ott a BlackBerry OS kapott egy olyan virtuális gépet, amivel tud Androidot futtatni. Inkább hasonlít az egész történet a Kindle Fire-on lévő Fire OS-re, ami szintén Android open source alapú. Illetve hát különféle Cyanogen mod verziók is épülnek Android open source-ra, hiszen mint az Android open source projekt neve is mutatja, ez egy nyílt forráskódú rész, amit aztán hát bátran lehet csűrni, csavarni, fejleszgetni a közösségnek. Ez tehát a Nokia X-nek a hardveres, illetve szoftveres
háttere. A hardveres történet az kevésbé vidám. Mutogassunk most már lassan. Mutogatunk dobozt először is. Alapvetően ez egy low-end telefon szeretne lenni. Azért azt el kell mondani, hogy itthon körülbelül 40 ezer forint körül van most, egy kicsivel alatta, és ez nem hivatalos forrás. De úgy tudjuk, hogy egyébként sem lesz sokkal olcsóbb. Hát vagy drágább lesz igazából, a fene sem tudja. Kék Nokia-s dobozban érkezik, az okos telefonos mi volt, tehát némileg cáfolja, hogy még egy adatkábelt sem kapunk hozzá. Van egy nagyon jól kinéző WH-180-as fejhallgató piros színben, ami igazából nagyon kopogós műanyag és elég kényelmetlen is, és hát ebből szerintem mindenki látja, hogy milyen hangminőségre számíthat, abszolút dobozszerűen szól, illetve van egy micro USB-s hálózati töltő, és ezzel kiismerült a tartozékok listája igazából, de dual SIM a készülék, nem dual aktív, csak dual standby természetesen. Két SIM-kártyát tudunk a hátlap alá bepattintani, viszont a hátlapot leszedni az egy, igen, most nagyon bejárattam, de nehézkes mutatvány. Oda megy a két mikroszim, itt pedig az akkumulátor van, ami szerintem egy BC01-es talán, egyébként csak nincs rajta a felfestés. És hát van a hátlap. Amin... És a microSD? És van egy microSD bővítőhely is, igen, ez itt a hangszóró, ez meg a CIF felbontású videók készítésére alkalmas kamera, az egy nagyon bájos része ennek a készüléknek. Szerintem tök jól néz egyébként ki, egy ilyen baltával faragott Lumia tulajdonképpen, de azért vegyük észre azt, hogy itt alul hát egyetlen egy gomb van, az, amelyik nem is világít, de mivel egy van belőle, ezért mondjuk nehéz félre nyomni, úgyhogy ez nem egy nagy gond. Négy hüvelykes, 480x800 pixeles sima, mert valószínűleg TN plusz filmes megjelenítője van. Lekapcsolom ezt a lámpát, hogy egy kicsit jobbak legyenek itt a viszonyok, és mielőtt a hardware-ről beszélnénk, igazából egy picit megmozdítanám valamilyen irányba ezt az egyedi menüt. Az egyetlen rész, ami tempósan megy neki, az ez a mozdulat, amikor ott is most egy kicsit beszaggatott, de az még elmegy. Nyomunk egy ilyet, hogy üzenetek, és akkor így ennyi idő cache-ből behoznia. Mert hogy én ezt már elindítottam, és direkt nem friss újraindítás utáni állapot, de nézzünk egy internet böngészőt. Szóval ez azért a rémesen lassú kategória. Egy Snapdragon 200-as, két magos, magonként 1 GHz-es óraérű processzor van benne. Cortex A5-ös magokról beszélünk, tehát ez a Play családnak a tagja a Snapdragonon belül, abszolút a belépő szint. És mint látszik, igazából nem is képes sem ezt a Windows Phone-ra némileg hajazó csempés GUI-t megmozgatni, sem magát a telefont. Egy Fruit Ninja az még akadás nélkül tud rajta futni, vagy egy Subway Surfer, de egy komolyabb app az bizony már beveszaggat. Magában a menüben egyébként olyan dolgokat tudunk, mint hogy mondjuk kis csempét csinálni a nagyból, meg áthelyezgetni, de egyébként elég buta maga a felépítés, mert minden app, amit felrakunk, mutatom, hogy meddig gyári, idáig gyári az appok, és minden, amit felrakunk, az ide alá bekerül egyszerű csempenként, tehát lesz egy végtelen listánk, nincs igazából itt oldalt olyan, mint amit a Windows Phone-ban megszokhattunk. Ez az asás rendszer, ami minden dolgot egy helyen mutat. Gyakorlatilag leveleket, hívásokat, screenshotokat csináltam, videót vettem, ha alkalmazás frissít, azt is mutatja mondjuk, itt meg ha alkalmazást futtatunk, azt is. Tehát itt van elvileg minden egy helyen, és ez nem egy béna dolog. Tök jó egyébként, hogy láttam, hogy kihívott tudok egyből üzenetet küldeni, és az is jó pofa, hogy a névjegyzékben rak egy monogramot azokhoz az emberekhez, akiknek nincs képe behúzva valahonnan. Márpedig képet behúzni azért nem lehet akárhonnan, hiszen a Google szolgáltatások hiány, ez a készülék egyik legnagyobb problémája, Google szinkronizációt sem lehet megvalósítani. Tehát igazából, ha itt bemegyek a settingsbe, ami szintén egy ilyen jó gyorsan megtörténő dolog, akkor itt látszik ugyan, hogy vannak fiókok, de ha már rányomunk, hogy fiók felvétel, akkor innen marhára hiányzik az, hogy Google. Ezek itt gyárilag megtalálhatók. Viszont gmail-es e-mailt felvihetünk, de ettől még a névjegyzékben nem lesznek benne a Google-os kontaktjaink. A Google-os kontaktokat épp ezért külön ki kell exportálni WCAG formátumba, átküldeni Bluetooth-on majd,
kézzel beexportálni, aminek következtében meg lesz a névjegyzékünk, de ugye szinkronizálni nem fog, tehát ha mi létrehozunk egy új embert, feltöltünk egy új kontaktot, az nem fog megjelenni a felhőben. Ez egy nagyon-nagyon kínos baki, és igazából erre nincsen komoly megoldása most a Microsoftnak. Vállalati fiókot létrehozhatunk, és akkor mondjuk az Exchange névjegyzékünkkel tudunk szinkronizálni, de hát ez azért nincsen meg mindenkinek, úgy látom, hogy egy kicsit fókuszt vesztettünk. Hát ennél nagyon nem tud jobban fókuszálni. De ezt szerintem kéne. Nem lehet, hogy túl messze vagyunk? Vagy túl közel? Na mindegy. Ami marha jó ebben a telefonban, az a virtuális billentyűzete, ami, mint látszik, egy full magyar kiosztású, tehát vannak itt ékezetes betűk is, nem mindegyik, hiszen a hosszú I azon nincs ott az Y mellett, de ettől függetlenül jól lehet rajta gépen, hiszen A, E, Ö, Ü betűk vannak, és egyébként is marha jól érzékel, ahhoz képest, hogy csak négy hüvelykes, tényleg kimondottan jó géperési élményt biztosít, és ezt most igazából azért mondtam el, hogy kicsit próbáljam enyhíteni ezt az egész negatívra sikerült kritikát. Úgy emlékszem, hogy még egy dolog van, ami jó volt, az pedig a hang. Így van. Korrektül szól. Igazából annyi a gond, hogy itt hátul van a hangszóró, és ha mondjuk nem egy... Itt egy kemény felületen még pont kifér valami hang, tehát annyira van a csücskén, hogy itt ez az íves hátlap, hát már amennyire ezt lehet ívesnek nevezni, azért látszik, hogy van egy kis domborítás, itt felül és alul tetten érhető. Emiatt még pont kijön valamicske hang, de például ha az ágyba dobjuk bele és ott felejtjük, vagy a kanapére rakjuk, vagy ilyesmi, akkor szinte teljesen lenémítja magát, úgy szól, mintha befognánk azt a lukat. Márpedig az sokat tompít a hangerőn, ezt meg is tudjuk mutatni. Tehát gyakorlatilag le tudjuk némítani, annyira be lehet fogni. És ha most lerakom ide magam mellé a kanapéra, akkor egy ilyen enyhe recsegés kihallatszik. De tökre nem hallja meg az ember, hogyha hívják. Ez egy komoly probléma, de egyébként jó a hangminőség. A kijelző ugye a 480x800 pixeles felbontáson túl elég gyenge, napfényben nem nagyon olvasható. Betekintési szögre ahhoz képest, hogy TM plusz filmes panel, ahhoz képest nem rossz, tehát azért látszik oldalról is ilyen körülmények között, viszont a színei nagyon-nagyon, tehát erősen felfele hajlik a, hogy mondjam, hidegek. Tehát hideg árnyalatú az egész kijelző, nem egy vivid, nem egy ilyen élénk. Nem egy vibráló. Hát a vibráló kijelző az mondjuk a, nekem vibrálóan, nem tudom, de... Nem, a vibrantet azt szerintem az angol miatt gyakran keverik, a vibrant az inkább az ilyen élénk, a vibráló kijelzőről, meg nekem a katócsugárcső halála előtt című eposz. Akkor maradjunk, hogy nem egy vibrálón élénk kijelző, tehát se nem vibráló, se nem élénk. Nem élénk a szín visszaadása, az egészen biztos. Gyári szoftverekből ezeket kapjuk, amiket látunk, ott vannak a telefonos dolgok, itt egy internetböngésző, Skype, Facebook, Twitter, gyári. Van ez a Danger Dash, így valamiért ide beszúrva a galéria és a kamera mellé. Ez teljes verziós szoftver. Hear Maps, Mix Rádió, van FM Rádió, azt észre lehet venni. Letöltések ugye a beállítások, számológép, naptár, ébresztőóra. És ugye idáig még gyáriak a szoftverek. A Fruit Ninja teljes verziós, azt hiszem a Real Football, meg a Kingdoms is. A többi az tökre demo, tehát nem tudom minek foglalják az amúgy papíron 4 GB-os belső tárhelyet, ami teljesen érthetetlen módon két részre van egyébként osztva. Van egy olyan, hogy belső tárhely, az ez, meg van egy olyan, hogy telefontárhely. A telefontárhelyre rakjuk mi a saját cuccainkat, a belső tárhelyből, ami 1,3 giga, gyárilag foglalt körülbelül 500. Mega. Mega, igen. Úgyhogy abban olyan 700 elérhető, tehát durván 2 GB-t ténylegesen elérhető tárhely, és mindezt hát demo szoftverek foglalják el. Ezt meg is lehet csodálni, hogy elindítjuk a Tetriszt, ami elég gyorsan reagál egyébként, biztos egy nagy hardware igényű szoftver. Marha gyakran kell egyébként ilyen kérem várjon képernyőket nézegetni. És hát ki fogja érni talán... Itt csak ugye Marathon Demo, Magic Demo, Buy Full Game Now. De van olyan,
ahol kiírja, hogy 240 percet tudunk még játszani ezzel a demóval. Van egy Astrofile menedzserünk, egy Viberünk gyárilag, Widget, Opera, és ez, amit még sose nyomtam meg igazából. Nincs közvetítési figyelmeztetés a közelemben. Pedig itt most közvetítünk, figyelmeztessenek. Igen. Föl lehet rakni, ugye nincs playárunál sem, ez gondolom mindenkinek feltűnt, az is Google dolog, tehát hiányzik. Van helyette ez a Nokia-s áruház, ami szintén nagy tempóval elindul, és hát még nekem azért egy kicsit bétásnak tűnik, például ha megnézzük a legjobb alkalmazások ajánló 9 programot, akkor mondjuk 4 játék az instant ott van, és hát ez azért fura, mert hogy külön kategória van a játékoknak. Egyébként nyilván androidos szoftvereket érhetünk itt el, a Nokia is ajánl itt nekünk programokat, ami ugye szintén furcsa egy kicsit, hogy mondjuk a Widget az pont fönn van gyárilag, tehát elég fölösleges ajánlgatni, mert akkor is fönt van, ha nem akarjuk, de innen simán lehet alapvetően telepítgetni, szerintem még külön fiók sem kell hozzá, tehát egyszerűen így le tudjuk tölteni. Viszont ha a Play tartalomra vagyunk kíváncsiak, ezt ugye jól ismerjük az Androidról, csak a gombokat más formájáig szoktak lenni. A Play tartalomra várunk, akkor a legegyszerűbb a OneMobile Market-ot felrakni, mivel APK-fájlokat telepíthetünk ugyanúgy, mint bármelyik Androidra. Ugye ezt az ismeretlen források részt, ezt itt is be kell kapcsolni, ami most meg nem mondom, hogy a biztonságnál van-e, vagy az alkalmazásoknál, de valószínűleg a biztonságnál. Ez az ismeretlen források ugye az, amire mi vágyunk. Hát bepipáltuk, akkor rakhatunk föl külső APK-t, és mondjuk a market.onemobile.com-ról fölmegy ez a OneMobile Market, ami gyakorlatilag a Play áruháznak egy tükrözése, értékelésekkel, csillagokkal, mindennel együtt, kizárólag a free appokra vonatkozóan. Teljesen érdekes egyébként, hogy ő egész más szoftververziókat lát, mint a Nokia-s program, tehát a Nokia-s áruházban én minden szoftvert befrissítettem, ehhez képest itt a Play nekem azt mondja, hogy ment a OneMobile, hogy ezt a 7 szoftvert én tudnám upgrade-elni. Tehát itt lehet, hogy lennének összekavarodások, én ezt nem mertem igazából beupgrade-elni, mert ki tudja, hogy futni fognak-e. Ez nem lenne rossz ez a szoftver, de iszonyú lassú róla letölteni bármit meg tudom mutatni. Ugye látszódott, hogy az előbb simán elindult a letöltés, itt minden ingyenes, úgyhogy tök mindegy, hogy mire megyek rá. Ez egy 33 megás szoftver, képeket is ott tölti egy fél óráig, és ez a Prepare to Download, ez néha 3 másodpercig ragadít, néha 10 percig, tehát hogy egyszerűen rémesen rossz innen telepítgetni bármit, és nagyon hiányzik a Play áruház. Hiába szép ez is, ez azért nem a Play áruház sajnos. Most ezt nem várjuk meg, ha sokáig nyomjuk ezt a gombot, akkor kiléphetünk. Valahogy lehet, hogy van multitasking, mert egyszer valami képernyőt sikerült előhoznom, ami valami hasonló volt. Hivatalosan úgy tudom, hogy nincs. Maximum az előzőre futott programok listája látható elő. De lehet, hogy ezzel követem, hogy ha visszát megnyom, akkor igazából csak ennyi történik, ami ez ugyanaz, csak oda visszamozgatom, tehát ezt tudom a visszával. Nem tudom, például ez Androidon így van egyébként, hogy ha a Bluetooth meg a Wi-Fi be van kapcsolva, akkor folyamatosan kapok ott egy külön értesítést is, amit nem tudok odébb tolni. Ez is marhára idegesít, szerintem ez nincs így az Androidon. Ami még több ilyen a dolog, ez lehet, hogy pont így van, hogyha mondjuk a Bluetooth itt, tehát ha belemegyek, akkor ki kell mennem bekapcsolni. Tehát itt nincs egy gomb, hogy bekapcsoljam, és ez is egy kicsit olyan zavaró dolog volt. A dual SIM beállításoknál igazából rákérdez zene, vagy ne. Hát ez a gyakorlatilag ennyi beállítást kapunk. A Fastlane az a felület, amit mutattam, hogy az ASAC-ból lehet ismerős. Itt igazából ami nincs gyárilag bekapcsolva, az, hogy a közösségi hálózat hivatkozásai is megjelenjenek ott. Ő egyébként a Facebook integráció az teljes, tehát a névjegyzéket például a Facebookkal ki tudja egészíteni a rendszer. Jó, kamera. És hát ha megnézzük egyébként,
akkor egy 10.0.3-as verziót láthatunk, tehát itt nem Android rendszerről beszélünk. Holott, mindjárt mondom a kamerát is, holott az Antutu, ha megnézzük az egészen varázslatos, hát most lefutassuk, ne futassuk? Futattam már, vagy szerdai cikket. Belenéztem a fórumba, hogy mennyire vágynak erre? Igen, persze. Szerintem nagyon sok kérdés van, amiket eddig nem néztünk. A kamerát kérte valaki, közben elmondhatod, most igazából ott van. 7669-et futott, és itt a device infónál ő 4.1.2-es Androidnak. Látja, és a hardware-nél azt nem mondtuk el, hogy ez egy Adreno 203-as GPU-t tartalmaz, ez a Snapdragon SoC, ami azért elég harmatos teljesítményre képes. És hát a kamera sem túl nagy felbontású, 3,1 megapixeles. Igazából nem csinál olyan egetverően rossz képeket, tehát hogy lőttem itt párat tegnap. Hát ami vicc, ugye hát makromód nincs, mert hogy nem nagyon tud ő fókuszálni. Viszont normális fényviszonyok között azért vállalható a képek. Ha belenagyítunk gépen, akkor azért látszik, hogy zajos, látszik, hogy kicsit mosodtak a dolgok, de azért volt már rosszabb, vagy hogy mondjam. Tehát csak mondjuk nem biztos, hogy 40 ezerért azért ezt válná az ember, hogy 3 megapixel hát, fix fókusz, a videós rész villanófény nélkül. Hát igen, bocsánat, a szabad meg, de úgy fogalmaztam azt hiszem délután, hogy a CIF felbontás minden pixelét megtölti, 352x288 ennyit tud videóban ez a készülék, ami hát azért kicsit 2007, vagy nem is tudom, hogy mondjam. Hát ez egy régi dolog. No, rengeteg kérdés jött, valaki azt kérdezte, hogy húzd már arrébb a főképernyőt a másik irányba. Tök mindegy, a Fastlane-re jutunk erre is. Tehát, hogy nincsen különbség. Hogy a Windows Phone tudja a Google Sync-et, akkor ebből miért maradt ki? Hát azért, mert kimaradt egy teljes réteg a szoftverből, és utólag meg nem tették csak ezt bele vissza. És hogy ezt nem is olyan marha egyszerű egyébként orvosolni. Tehát, hogy nincs az, hogy fölrakom a One Mobile Marketből egy szoftvert, és akkor így minden ott lesz. Minden szinkronizációs lehetőség. Lehet, hogy lesz rá megoldás, de most nincs. És ez azért egy okostelefonnal szerintem marha kínos, hogy nem tudod szinkronizálni Google-lel. Tehát azért nem egy olyan szolgáltatásról beszélünk, hogy... Nem egy réteg dolog, tehát ez egy elég gyakran használt dolog. Az akkumulátorról arról van-e információ most? 1500-ös, és nem bírja egyébként rosszul. Még nem is kér sokat enni valószínűleg az akkumulátor. Nem, tehát két nap szerintem az meg lesz. De ez meg kiderül. Jó, 3G nyilván van benne, Wi-Fi van benne. Van Wi-Fi van benne, Bluetooth van benne. GPS szintén van benne. Van, NFC nincs. És hát ugye az itt a nagy kérdés, hogy mégis ha azt látjuk, hogy ez egy olyan okostelefon, ami hát csak félig az, akkor de részt, hogyha hasonló áru eszközökkel mérjük össze, akkor nyilván felmerül a kérdés, hogy miért venne bárki ilyet, amikor szintén a Nokia kínálatán belül van Windows Phone-os eszköz, ugye a Lumia 520 meg 525-re gondolunk itt ezen az árszinten, azok azért sokkal többet tudnak, meg kiforrottabbak. Ez az egyik, a másrészt meg, hogyha az androidos piacon nézzünk körbe, akkor is számos olyan terméket találunk, ami simán nem csak hogy versenyképes, hanem sokkal komolyabb hardware. Ugye nem léteztető például a Gigabyte Rate, ami hát 1 GB-ral egy jóval combosabb valami. De ott van az ETL Blade V, amiben igen, de az 4 darab A7-es, de az is ennyibe került el. Az is ennyibe került, csak az egy 4 magas cucc. Igen. Meg ugye a Huawei Y530-ot is teszteltük nemrég, amire még azt sem mondtuk, hogy ez egy különösebben jó ajánlat lenne, de ennél azért jobb. Igen, az a baj ezzel, hogyha olcsóbb lenne, én akkor sem mondanám erre, hogy jó vétel, mert igazából jelenleg még annyi megkötés van, annyira bétásnak tűnik ez az egész rendszer, és nem tudom, a Nokia szerintem most nincs abban a helyzetben, hogy végre, amikor a Lumia készülékei kezdenek befutni, amikor megint az van, hogy az ember ránéz egy Nokia logóra, egy okostelefon hátulján, és azt mondja, hogy ez egy Nokia. Tehát, hogy igazából az 525-től kezdve a jelenleg piacon lévő szériában szerintem nincs rossz telefonjuk úgy kimondottan. Rossz nincs, olyan van, amivel vannak gondok. Tehát mivel a 720-asról lehetett olvasni, hogy azért vannak problémái, de alapvetően tényleg az a helyzet, hogy a legtöbb Lumia készülék az egy nagyon használható és szerethető dolog a hétköznapokban, és hát ez meg nem. Tehát, hogy igazából
most ugye szembe ül velem Bocsa így egész nap, és elég sokszor hallottam, hogy nem voltál cizellált véleménnyel az éppen a kezedben elhelyezkedő termékkel kapcsolatban, amit Androidos vagy Windows Phone-os telefonoknál nem szokott ilyen... Most például azt történt, ez pont lemaradt, hogy így, ha a menüben vagyunk, és így viszont lehúzzuk, akkor fönt ott a kereső sáv, és ahogy lehúztam, a tárcán kiírt, hogy request failed. Tehát, hogy így ilyen dolgok történnek ezzel kicsit a rendszerrel. Kicsit Firefox érzésem van. Hát a Firefox 1.0, 1.1 érzésed lehet, tehát ennél már a Firefox is bőven jobb az 1.3-mal. És igazából tényleg nem látom, hogy miért választ. Még, bocs, egy pillanatra váltsam már kamerát, létszerűen egy dolgot nem mutattam. A készenléti képernyőt ugye így oldjuk fel, hogy oldalra elhúzzuk valamelyik irányba, tök mindegy. Ez itt egy szúnyog. Hát, jön a nyár. És itt vannak az értesítések kint, mondjuk ez az, hogy a Wikipedia telepítésre került, mondjuk így örülnék, ha odaírnál, hogy mi ez, de azért lehet nagyjából sejteni. És ha ezt eltoljuk balra, akkor csak kilőjük, ha meg jobbra húzzuk, akkor odaugrunk, ahol ez éppen aktuális. Tehát mondjuk elindítjuk ebben az esetben, de egyébként az üzenetek közé mennénk, ha mondjuk egy üzenetről lenne szó, és a többi, és a többi. Jó, az a kérdés, raktunk, hogy megy neki a videó lejátszás, raktunk rá videót. Most nemrég adás előtt felraktuk, mert eddig nem nagyon mutatkozott rá az igényünk, hogy kipróbáljuk. A CIF felmutással egészen biztosan elboldogul. Mert azt fel is tudjuk venni. Igen. Na hát egy 720p-t küldjünk neki. Nem raktam fel MX-Player-t. Ezt a videót nem lehet lejátszani. Gyorsan felrakok egyet, mindenki megnézheti, hogy zajlik ez a folyamat. Mennyire gyors. Van Mobile Market. Az ingyenes, ugye? Az MX Player, igen, az ingyenes. No, az válaszolgatok a kérdésekre. Azt mondja, hogy tudjuk-e, hogy mennyire karcáló az üveg. Nem kommunikáltanok ki a semmit ez ügyben, hogy hát, gorilla vagy Dragon Trail. Hát, majd utána nézek. Nem tűnik rossznak egyébként. Jó, aztán az a kérdés, hogy ez végleges a készülék szoftverileg. Igen, ez egy piacon levő telefon, de látjátok, hogy magyar lokalizációval is. Tehát, hogy... Bocs, ez az? Hát nem, az egy starter, de nem tudom, miért starter a neve. Ezt a szúnyogat lecsapom. Letörnöm a kezemről. Azt mondja, hogy Nokia-féle GPS-apok fenn vannak-e? Here Drive nincs fent, ugye? Azt nem láttál benne, vagy... Pillanat, most telepítek. Lehet offline térképeket letölteni. Na. És azt mindjárt meg is tudom mutatni. Jó, azt mondja, hogy mennyire érzékeny a Wi-Fi és a GPS, de most melyik Wi-Fin vagyunk? A mobilarián teljesen jó. Tehát az azért jó, mert ugye az a másik szobában van, és itt látjátok, hogy simán elértük az internetet, tehát hogy a Wi-Fi érzékenység az frankó. Ez Here Maps lesz, ugye? Igen. Tehát ez azt ismerjük ugye máshonnan. Mondjuk az vicces, hogy kvázi megírtak Androidra a Here Maps-et, ha úgy tetszik. Csak gondolom nem tették ki a marketbe, de lehet, hogy lehet lopni róla az APK-t, ha valaki. Jó, elvég a magyar térképet én már letöltöttem. Tehát az a helyzet, hogy annyit még azért tegyünk hozzá, hogy ugye vannak mindenféle megoldások arra, hogy leírtsuk a Nokia felületet erről is felrakjunk valami mást. Hát rá lehet fűzni valami romot. De ettől még ez nem lesz akkor sem egy jó vétel, mert a hardware egyszerűen gyenge ahhoz képest, amennyibe került. Tehát és stock Android-ra hasonlítjuk össze akkor is. Na, az MX Player Free Save. Jó, nem vagyok benne biztos, hogy el fog így indulni. Mindegy, hát megpróbálunk közé videót lejátszani vele. De igazából ne számítsatok semmire, tehát ez tényleg egy karcsú Adreno 203-as a grafikus mag, ami benne van, az pedig nem arról híres, hogy olyan baromi jól tudná lejátszani a dolgokat, ez sajnos nem jön össze nekünk. Most hozzárendeled egy apphoz? Vagy csak próbáltad? Csak próbáltam. Szóval sajnos ez nem. De még az MX Player-rel viszont megpróbálkozom. Ugye én megpróbáljuk az MX Player-ről megnyitni. Igen. A videót, tehát hogy azért van küzdés bőven ezzel a telefonnal, meg nagyon sokat kell szokni ezt egyébként szerintem. Azt hittem, hogy a szó után más-más szót fogsz mondani. Mondhattam volna más szót is. Most tök... Hát az a helyzet, hogy a gyári az ugye nem játszotta le, amit meg megpróbálunk rárakni, az meg nem annyira akarja. Valami van, figyelj. Na mi van? Select file.
Meglehetősen kicsik a karakterek. Nem. SD card 1. Hát azt hiába szerektál, de belemem. SD card, movies, 720p, play this file. Történt valami? Ott felül van egy üzeneted. Nem, ez nem fog összejönni. Szóval egyelőre lukra futunk a 720p-s videókkal, pedig mi megpróbáltunk mindent. Nem próbáltunk még mindent. Még valamit megpróbálsz. Valaki írjon már egy másik videó lejátszót, ami így van Androidra és esetleg a Van Mobile Marketban is elérhető. Nem írtak még. A böngészési sebességet kérdezte még valaki. Hát... Olyan, mint amire... Nem dög lassú, hát így működik. Hát olyan, mint amire így számítani lehet nagyjából. Meg tudom mutatni a kiútok ebből a kiváló szoftverből. Igen, az a baj, hogy ez a csempés felületnek a görgetése is egy picit akadozgat. Kéne, hogy itt legyen egy mobil aréna. De remélem azt mindenki látta, hogy gyakorlatilag félreütés nélkül gépeltem viszont. Most tölt. Hát megjelent. Tehát, hogy így nem... Nem veszélyes, hát időkkel még kirajzolódik. A VLC-t, a mobot és a V-player-t javasolják. A VLC az, amit pont eszembe jutott volna. Még egy BS player-t is írt valaki, de a VLC-t sokan írnak. Na, megnézzük. Na, az a kérdés, hogy... Nem melegszik a telefon, az mindenképp előnye. Így van, akkor másik kérdés, hogy a chat alkalmazások mennyire futnak a háttérbe, tehát hogy a notifikáció azért megjön. Csak a Skype-ot próbáltam, hogy őszinte legyek. És? És nem ért rám senki. A népszerűség átkal, vagy nem tudom, hogy mit mondjak erre. Most letöltjük a VLC-t? Ez zajlik? Hát abszolút. Úgyhogy, hát egy picit csalódottak vagyunk, az a helyzet. Fastlane nem be lehet-e bezárni, vagy váltani a megnyitott alkalmazások között? Ez még volt egy kérdés. Mindjárt megnézem egyelőre. Ez a tetszés. Illetve hát azt lehet, legalábbis azt írja valaki. Most... vannak kevésbé cizellált összefoglalások arról, hogy mi a felhasználóink véleménye a telefonról. Hol? Mondjuk itt. Szóval, hogy... Na, valami történt. Telefítem a VLC-t, az történik. Szóval egy kicsit mondjuk úgy, hogy csalódottak vagyunk. Igen, hát én nem ér, tehát, hogy... Ezt nem értem, tényleg. Ezt most miért vagy hogyan gondolta? Na, tökre megnyitom. Ne, megnyílt, nyugi. Na, és... Az már a mi videónk? Azok a mi videóink. De amit a cíkbe vettünk föl? Ez fut. Ez a 720p-s, ez a 720p-s emberek. Hát figyelj, ez végül is megy. Hát csak szabad. Igen, mert időről időre egy kisebb megakadás az játszik. Hát, igen, ezt így is mondhatjuk, de mondhatjuk úgy is, hogy diavetítés szintjén. Jó, tehát aki 720p-s képregényeket szeretne nézni, annak igazából nyitott a lehetőség. Most elmentem az 1080p-t, hogy ne mondhatja senki, hogy... Nem nyitod el. De hát nem hiszem, hogy kiköpi a VLC, hogy bocs, hogy Nokia X-en vagyok. Ez most már fut? Úristen! Jó, tehát ne akarjatok rajta különösebben filmezni, mondjuk nem is az a készülék, ami erre való. Mondjuk lassan kezdem érteni, hogy miért nem tud még VGA-t sem fölvenni, szerintem egyszerűen kevés hozzá. De mi volt még a kérdés, hogy a Fastlane-en tudunk izét? Appot váltani kvázi. Na nézzük. Most elvileg a Van Mobile már várjon. Ez egy elég gyakori üzenet lesz, amit így látni fogunk, amikor a menübe térünk vissza. Ti is várjatok, ez ennyi? Ez mondjuk menü? Ez a menüben visszatérés. Na és akkor... Hát mi futott? Böngésző? Hát ott van, ahol volt. Jó, akkor megjegyezi státuszt hozzá. Mi történt? Kaptam a hunortól valamit. Astro Flight Manager. Megnyomtad meg? Megnyomtam meg. Jó, hát ez ilyen tempóval. Jó, tehát így végül is, de én azért ezt nem nevezném múlt hét azt, hogy egy ilyen listából így nézegettem, hogy mit indítottam el.
Jó lesz, szórakozunk a kommenteken. Hát az a helyzet, hogy úgy látjuk, hogy nektek is körülbelül az a véleményetek a telefonról, mint nekünk. Ez egy nagyon, nagyon félkész valaminek érződik. Most ilyen finoman próbálom megközelíteni a dolgot, tehát hogy nem teljesen kiforrott még ez a rendszer. Még azt csak azt sem mondanám, hogy ígéretes, sajnos. Igazából nem is tudom, hogy lesz-e ennek folytatása, vagy... Hát ezt ők se tudják szerintem. Mindenesetre, hogy... valaki kérdezte, hogy veleteken meg lehet-e majd nézni. Mostani állás szerint nem biztos, hogy a Nokia kint lesz a veleteken, pedig mi nagyon szeretnénk egyébként. Esetleg egy petíciógyűjtéssel még a héten lehet erősíteni. Nem, az a gond egyébként, ez nem tudom mennyire publikus info. De azért most elmondod? Hát egy kicsit rossz időpontban van a veletek itt családos emberek szempontjából, mert ugye ez a húsvét hétvégének a péntek napja. Szombatja. És aki mondjuk vidékre hazautazna, az nem biztos, hogy hazatud, és ezt pár cégnél nehezményezték már, és emiatt megy. De egyébként az aláírásgyűjtés ez nem egy rossz ötlet, nem? Szóval ha meglátja a Nokia, hogy hát ha a Hello Kitty telefonra összetudtatok nekünk szedni iszonyú sok aláírás, hogy teszteljük, akkor legyen a Nokia a veleteken is szerintem itt a fórumon megérhetne valamit. És hogy hát hajrá, mi tényleg szeretnénk, hogy kint legyen a Nokia, mert tavaly mondjuk nem volt annyira erős a standjuk, de előtte azért... Igen, az már régóta ott vannak. No, az a lényeg, hogy dióiban ennyi a Nokia X-ről, meg hát nem is dióiban, nem igazából ennyi a Nokia X-ről. Ja, még a hangminősége, az sem. Én jól hallottalak, de te panaszkodtál arra, hogy... Nem, egy kicsit gyenge a hangszóró, olyan picit dobozos, tehát tiszta, vagy... Hát nem úgy tiszta, érthető, de úgy nem az a prémium szint, amit mondjuk. Bár mondjuk pont emiatt azért volt a Lumiákkal gond. Kicsit low-endnek érződik az egész dolog. Szóval, hogy szerintünk ez egyelőre nagyon bétás, egyelőre túl drága, és egyelőre nem látjuk azt, hogy ebben akkora piaci potenciál lenne, hogy érdemes lenne teljes Nokia mellszélességgel mögé állni. Hát, inkább legyen Lumia, meg hogy tényleg, hát basszus, ennyiért ki tudják hozni a Windows Phone 8.1-es cuccukat is akkor. Ami meg tök perfekt cucc, tehát tényleg tök oké. Okay. És ha ez a telefon 20 000 lenne, akkor is idegesítő lenne, hogy nem Google Sync el, hogy vacak a kamerája, hogy nem tudunk egy alkalmazást normálisan telepíteni, hogy cívbe vesz, vagy egy 720p-t nem tud lejátszani. Tehát ezek nem azok a dolgok, amiket egy okos telefontól 2014-ben elvárunk, még indiai piacon sem. Tehát, hogy ez egy fél okos telefon, specifikáció szerint okos telefon, de lássuk be, hogy ez nem tudja azt sajnos, amit egy okos telefontól elvárunk. Pedig egyébként tök jó, hogy Nokia-s csengő hangja van, meg én így pörögnék egy androidos Nokia-ra, de nem így. De nem erre. No, köszönjük a figyelmet, berekeztük adásunkat, a szerdai adásunk főszereplője valószínűleg egy Sony Xperia Z2 tablet lesz. Aztán mi lesz még a héten, azt még most nehezen látjuk előre, ebből biztos, hogy lesz egy tesztünk, lesz Xperia E1 tesztünk is, meg ugye az említett tabletnek is, Rusinál talán egy Alcatel, talán egy Prestige jó lesz, tehát hogy bőven van miről írnunk, úgyhogy tartsatok meg jó szokásokat és olvasgassatok minket, ahogyan most Bocsa olvasgatja az e-mailjeit a Nokia X használatával. Igen, meg közben próbálom kiformázni. Úgyhogy körülbelül ennyi volt a mai adás, nagyon szépen köszönjük a figyelmet, most elbúcsúzunk, sziasztok! Minden jót!